Uram, köszönjük neked, hogy győztél a halálon, győztél az ellenségünk fölött, a sátán fölött, győztél a bűn fölött. Hatalmas diadallal jöttél ki a sírból, egy olyan élettel, amely soha meg nem hal, enyészhetetlen élet erejével támadtál fel. Köszönjük, hogy elhoztad számunkra az új életet, az örök életet, az újjászületésben. Olyan minőségű és tartalmú életet, Uram, amit csak az ismer, aki a feltámadottal, a feltámadott erejével már találkozott. Uram, köszönjük, hogy mi ismerhetünk téged, és azért hirdetünk ma téged, hogy minél több embertársunk, akik talán még nem ismerik ezt az erőt, ma is kapjanak érintést, hívást tőled, és meglássanak téged úgy, ahogy még soha eddig. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy győztes vagy, és mi imádunk és dicsőítünk téged ezért. Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönjük szépen. Szeretném jelezni, hogy az Isten tiszteletünk egy későbbi részében majd úrvacsorázni fogunk. Hogyha szükséges ehhez az előkészületeket megtenni, akkor ezt ne hagyjátok az utolsó pillanatra. Most pedig az ige hirdetés következik. Kérlek, Tomi, gyere és add át, amit az Úr a szívedre helyezett. Köszönöm szépen. Köszöntem benneteket szeretettel az Úr Jézus nevében, aki meghalt a bűneinkért, megfeszítetett erőtelenségben, mondja Isten igéje, de feltámadott erőben. Az a Jézus Krisztus, aki él, és itt van közöttünk, és cselekszik közöttünk. Én hiszem, hogy Jézus cselekvő módon van jelen az ő népe között, és cselekszik az ő szaván, az ő igéjén keresztül, és cselekszik az ő szent lelkén keresztül, akit kiárasztott erre az egész világra. És tudjuk, hogy a Szentlélek ereje, jelenléte, munkája teszi valósággá, nyilvánvalóvá ma közöttünk Jézus Krisztus Golgotán és feltámadása által megszerzett áldásait. Úgyhogy hívlak benneteket ezzel a Jézus Krisztussal való találkozásra, amiről Zoli is beszélt a bevezetőben. A találkozás az nagyon fontos. Nem csak hírből hallani valamit, az igazság a kereszténységben, az a kereszténység igazsága, hogy átélhető. Hogy gyakorlatilag nem pusztán hittételeknek az elsajátításáról szól a kereszténység, bár fontosak nyilván a hitvallásaink, fontosak az, hogy helyesen hasogassuk Isten igéjét, vagy helyesen gondolkodjunk az Istenről, az üdvösség útjáról, Jézus Krisztusról. De igazából a leglényegesebb dolog a találkozás, hogy ez a meghalt és feltámadt Jézus részévé váljon az életünknek. És a kereszténység igazság és Isten által adott út az megmenekülésre az ő fiában, a Jézus Krisztusban, akivel valóságos találkozásunk lehet, és ezen a mai napon is ezt átélhetjük. És ha még valaki nem élte át egyáltalán, soha életében, akkor azért imádkozom, hogy az a vágyam, hogy ez megtörténjen, és tapasztaljuk meg a feltámadott Jézus Krisztusnak a jelenlétét. A mai igehirdetésnek a címe a feltámadott és a szétszóródott gyülekezet. A feltámadott és a szétszóródott gyülekezet. Szeretnék igét olvasni a János evangéliuma utolsó fejezetéből, a 21. fejezetből az első 14 verset, és aztán ez alapján elindulva szeretnék Isten igéjéből néhány gondolatot átadni a ti számotokra. A feltámadott és a szétszorodott gyülekezet. Imádkozzunk röviden. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy úgy szerettél bennünket, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézust beküldted ebbe a világba. Azért, hogy áldozatul legyen a mi bűneinkért, végérvényes győzelmet szerezzen a bűn és a halál fölött, az ördög kezéből kiüssön minden fegyvert, és egy szabad népet, egy megtisztított népet hozzon létre a te nevednek, amely a te nevedről neveztetik. Uram, köszönjük, hogy mi ennek a népnek tagjai lehetünk az Úr Jézus Krisztusban való hit által.
Uram, arra kérlek téged, hogy most ezen a húsvéton, így 2021-ben hadd tapasztaljuk meg a feltámadt Jézus munkáját, jelenlétét, és kérünk téged, hogy szólj ma hozzánk, szólíts meg bennünket a te igéden keresztül. Amen. János 21:1-től így hangzik Isten igéje. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából való, és az Ebedeus fiai és más kettő is a tanítványai közül. Mondta pedig Simon Péter, elmegyek halászni. Mondának néki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek, és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleltek néki, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amint hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 singnyire, és vonszolták a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. És mondanékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, amely telve volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Mondd azért nékik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki nem merte tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Ámen, eddig Isten igéje. Jézus feltámadt a halálból. Ennek bizonyítékát adta. Azt olvastuk itt, hogy már harmadszor jelent meg a tanítványainak, a tanítványok bizonyos köreinek, miután feltámadt a halálból. Elmondtam talán tavaly is, egyébként érdekes visszaemlékezni arra, hogy egy évvel ezelőtt szintén a járvány kezdetén online istentiszteleteink voltak már akkor. Nagypénteki istentisztelet szintén így kamerába mondva hangzott el, a húsvéti istentisztelet is így kamerába hangozva, szólva hangzott el, és talán nem gondoltuk, hogy egy esztendő múlva újra itt vagyunk. Azt gondoltuk, elmegy ez a hullám, talán nem is lesz második, talán lezajlik a második, és nem lesz harmadik. Most nyilván abban reménykedünk, hogy lezajlik a harmadik hullám, és nem lesz negyedik, és valamilyen módon az életünk, ha nem is a korábbi kerékvágásba, de valahogy a normalitás felé, vagy valahogy egy más, megélhetőbb élet felé visszazökken. De itt vagyunk egy évvel később, és még mindig ezek a szabályok vesznek körül bennünket. És ugye átok, azon gondolkodtunk így lelkipásztor társaimmal is, hogy egy év az már szokásokat alakít ki. Mert amikor az ember csak elindul abban, hogy jó, nincs összejövetel, nem tudunk összejönni, oké, csak a szolgálók vagyunk, internet segítségével azért eljut az ige az otthonokba, valamilyen módon az imádkozás, a telefonhívások összekapcsolnak bennünket, valamilyen módon a gyülekezet tartja a kapcsolatot, de úgy gondoljuk, hogy ez átmeneti és mindjárt vége. És hamarosan újra lehet jönni, hamarosan újra lehet találkozni. De már ez tart egy éve. És amit átmenetileg gondoltunk, az most már egy éves történet. És ami korábban az életünk része volt, hogy Isten tiszteletre járunk, hogy közösséget gyakorlunk egymással, hívő testvéreinkkel, hogy benne vagyunk az Isten népének a tagjai között, húsvér emberek között, akik ugyanazzal a hittel, ugyanazzal a Jézussal, ugyanazzal a Szentlélekkel vannak feltöltve, és ez erősít bennünket, ezeket nem éljük meg nagyon-nagyon régóta, és mindez a körülmény hozzászoktat minket egy másfajta élethez.
hogy nem találkozunk, hogy csak bekapcsoljuk az Isten tiszteletet. Ha nem érek rá, majd visszanézem. És persze vannak olyan körülmények, amikor az ember nem ér rá, de azt látjuk, hogy ez a körülmény szokásokat is kialakít már. Az egy év már olyan hosszú idő, hogy amit egy éve csinál az ember, az már beépül a mindennapjai közé. És talán valahol tényleg, amit a címben is megfogalmaztam, ezt éljük meg, és sokaknak talán az aggodalma vagy félelme is ez, hogy szétszóródik a gyülekezet. Tudjuk, hogy vannak egyházak, akik még szigorúbbak, és tényleg szinte nulla istentisztelet van, nulla találkozás van, majdnem egy éve. Vannak olyan keresztény felekezetek, amelyek kicsit talán szabadabban, inkább több istentiszteletet, több részletben tartanak meg, és tízesével, huszasával, harmincasával találkoznak az emberek. Aztán persze, amikor a járvány hulláma nagyon magas, akkor tényleg minimalizálni kell az érintkezéseket, és szinte felaprózódik, szinte atomjaira, egyénekre, vagy családokra hullik szét Istennek a gyülekezete. Valami hasonló dolog történt Jézus Krisztus keresztre feszítése után. Ha már a szokásról beszéltem, általában nekem az a szokásom, hogy amikor az ünnepekhez érünk, előveszem a Bibliámat, és a keresztre feszítés történetét is minden evangéliumból elolvasom, a feltámadás beszámolóit is minden evangéliumból elolvasom, és így frissen betöltöm a gondolataimba ezeket az igéket, elmélkedem rajtuk, és nyilván, ahogy olvasom, gondolkodom, hogy Istenem, mi az, ami most aktuális? Mi az, ami most megszólít ebből a történetből? Mert ez bár 2000 éves történet, bár mai napig élvezzük az áldásait, de itt vagyunk 2021-ben. Minden évben prédikálunk húsvétról. Minden évben elmondjuk, hogy Jézus győzött, és diadal az ő feltámadása, az ő keresztjén kifizette a bűn adósságunkat, és harmadnapon pedig győztesen előjött a sírból, legyőzve a halált, egy új életet hozott az ember számára, az örök élet lehetőségét, hogy vele együtt mi is feltámadhatunk egy új életre, ha vele együtt meghaltunk. Nagyon érdekes, hogy Pál így értelmezi Jézus halálát és feltámadását, amiben valamilyen módon mi is bekapcsolódunk, azonosulunk. Mi is meghaltunk a bűneinknek a kereszten. Jézussal együtt, mondja Pál, ő is megfeszítetett. De hogy Jézus kijött a sírból, úgy mi is föltámadtunk egy új életre. Már nem azok vagyunk, akik régen voltunk. Egy új életben járunk, és örök életünk van. És ez az új élet, ez azért lehetséges, mert Jézus feltámadt a halálból. És ezek az igazságok örök érvényűek. Időről időre kell, hogy elprédikáljuk ezeket, és kell, hogy magunkba fogadjuk ezeket. Mert ezek a pillérei a hitünknek, az, amit Jézus tett. De kérdeztem az Urat, Uram, most itt 2021-ben, hogyan tudnánk aktualizálni még inkább? Hogyan tudnánk még inkább megérteni ezt az egész kérdéskört? Hogyan érint ez most bennünket? És arra irányította Isten a figyelmemet, hogy akkor is tapasztalható volt egy szétszóródottság. Ha végigolvassuk a feltámadás történeteit, amit ugye két részre bonthatunk, vannak a sírkert jelenetek, amik ott történnek a Jézus sírja körül, és vannak a megjelenés történetek, a krisztofániák, amikor Krisztus megjelent az embereknek. És tudjátok, mire lettem figyelmes? Az egész közösségnek, az egész közösség szinte egyik történetben sincs együtt. Darabjaiban vannak egy kicsit. Mária ott van a sírnál. Egymaga megy. Egyik beszámoló szerint más asszonyok is, de amikor Jézussal találkozik személyesen, akkor csak ott van egymaga Mária, és kétségbe van esve. És Jézus nem ismeri meg, és kérdezi tőle, hova vitték az Uramat? Elvitték, és nem tudom, hogy hol van. És Jézus megszólítja, és mondja neki, Mária. És amikor a nevén szólítja Jézus, Jézus hangjában az ismerős hangot felismeri, és tudja, hogy így csak Jézus szólított meg mindig. Amikor így szólít, az az Úr. És azt mondja, Mester, Rabbi.
És kap valamit Mária, ami a kétségbeesést teljesen kiüti a szívéből. És megy azzal a hírrel, hogy feltámadt az Úr, és küldi is őt Jézus, menj el a te testvéreidhez, és az én testvéreimhez, és mondjátok meg, én elmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és mondjátok meg, hogy feltámadtam a halálból. Itt is a történetünkben, a mi alaptörténetünk, csak heten vannak. Ugye tudjuk, hogy Judás, ő kiszállt a történetből, nem találta a megbánás helyét, a 11 nincs együtt, itt látjuk, hogy egy Nátánael nevű is keveredik a történetbe, aki nem a 12 tagja, ő az az igazán izraelita, akiben hamisság nincs, amit Jézus mondott róla, akkor mondta, hogy láttalak a fügefa alatt, mielőtt Fülöp hívott téged. Itt vannak ezek az emberek, de nincsenek teljesen együtt, darabjaiban vannak. Amit Zoli felolvasott, hogy Jézus megjelent a félelem miatt bezárkozott tanítványoknak, ők sincsenek együtt hiánytalanul. Tudjuk, hogy biztosan Tamás hiányzott. Tamás nem volt ott. Ki tudja, hol járt? Nem tudom, hogy volt-e igazolása, hogy miért volt távol. De hiányzott. És ezek a tanítványok ebben a darabban, ahogy így együtt voltak, féltek. És azt látom, hogy a feltámadott Jézus megkeresi az ilyen csoportokat, megkeresi ezeket az egyéneket, az egyes személyeket, akik valamikor egy közösséget alkottak, amikor valamikor elválaszthatatlanok voltak. De a keresztrefeszítésnek a ténye, hogy Jézus meghalt, és nem tudják hogyan tovább, kicsit fölaprózta őket. Mindenki átmegy a saját hullámvölgyén, mindenki átmegy a saját kétségein, mindenki átmegy a saját félelmein ebben a helyzetben. Mindenki meginog talán valahol egy kicsit. És a feltámadott Jézus elkezdi személyesen meglátogatni, megérinteni, és összeszedni ezeket az elaprózódott csoportokat, hogy újra egyé kovácsolja őket. És aki összegyűjt, aki meglátogat, az maga Jézus, maga a feltámadott Jézus. Ebben a történetben félelem volt, amikor be voltak zárkózva, és Jézus oda jön, és azt mondja, békesség néktek. Békesség. Jézus ma is meglátogatja az elaprózódott gyülekezetét. Ahogy szerte vagyunk az otthonainkban. Tudjuk, hogy ez igazából egy nép. Most az, hogy nem vagyunk egy helyen, az nem változtat azon, hogy összetartozunk. De talán átmegyünk hasonlókon, hogy így el vagyunk egymástól szigetelve. És tudjátok, amikor nem kapunk a másikról időben hírt, vagy elég hírt, és féltjük is a másikat. Vajon mi lehet benne? Mi zajlódhat az életében? Mi van azokkal, akik talán nem is régen kezdtek gyülekezetbe járni? Talán csak frissen tértek meg, és épp hogy az életük része lett volna, hogy növekednek a Krisztusban, közösséget gyakorolnak más hívőkkel, és már is vége szakadt a lehetőség. Mi van az emberekkel? Mi van a testvérekkel? Mi van azokkal, akik félnek? Akár a járványtól, akár a haláltól, akár a betegségtől, ezer dologtól, a létbizonytalanságtól, sok mindentől lehet félni. Jézus, a feltámadott Jézus, azt látjuk, hogy meglátogatja ezeket a csoportokat, és minden csoportban hozza magával azt, amire szükség van. A félelmes szívűeknek békességet hoz, és örömmé változtatja az ő életüket. Ahogy említettem, ennél a találkozásnál nem volt ott Tamás. Tamásról tudjuk, hogy ugye a hitetlen Tamás szókapcsolat az eléggé elterjedt. Nem hitte, hogy Jézus feltámadt. Feltételeket támasztott. Ha csak nem bocsáthatom ujjamat a sebek helyébe, kezeit, lábait, oldalát nem érinthetem, semmiképpen el nem hiszem. Tamás is magában bolyongott valahol,
szétszóródva, elválasztva a többitől, és ezek a hitetlen gondolatok támadták meg. Ezek voltak a fejébe. Nem tudta elhinni, hogy Jézus föltámadt. Nyilván a többiek is átmentek ezeken a kétségeskedő fázisokon, de ő nem volt akkora csoport tagja, amikor Jézus megmutatta kezeit és lábait. És hitetlen volt. Talán sok testvérünk is átmegy hasonló próbán. Ebben az izolációban, amiben élünk. És az a jó hír, hogy a feltámadott Jézus még a feltételeket támasztókat is, a hitetleneket is, a kétség gödrének az alján levőket is fölkeresi. És elmegy hozzájuk. És nagyon érdekes, hogy teljesíti a feltételt. Itt van Tamás, lásd! Lásd a kezeim, lásd a lábaim, én vagyok és élek. És ha hitetlen is voltál, most már ne legyél hitetlen. Boldogok, akik nem látnak és hisznek, Tamás. Te boldog vagy, mert láttál és hittél, de boldogok, akik nem látnak és hisznek. Talán sok testvérünk átmegy ezen az időszakban, ebben az időszakban a hitetlenségnek a kísértésein, a hitetlenségnek a völgyein. És Jézus visszaadja a hitet, adja a hitet, táplálja a hitet. Tesz olyat, hogy újra higgyünk. Munkálkodik, hogy hinni tudjunk. Tudjátok, ez a hitetlenség, ez olyan dolog, amiről beszélnünk kell, olyan értelemben is, hogy a keresztény egyházban azért létezik a névleges kereszténység is. Amikor már ennyi évszázada, évezrede, kereszténység létezik Magyarországon is már 1000 éve, és vannak pusztán a névleges keresztények, akiknek a címkéjük az, hogy keresztény. De igazából soha nem találkoztak a feltámadott Jézus Krisztussal. Az élő hit nincs ott a szívükbe. Azt gondolom, hogy az ilyen személyeket is Jézus föl akarja keresni. Meg akarja érinteni, meg akarja látogatni, mert vannak az egyházon, úgymond az egyházi szervezeten belül is hitetlenek, nem csak kívül, hanem belül is. És ezt a hitet csak a feltámadott Jézussal való személyes találkozást tudja megadni az embernek, hogy ő él, hogy ő győzött, hogy a bűneinkért kifizette az árat, de nem maradt a sírban, hanem feltámadt, és látjuk, hogy nem marad passzív, hanem aktívan keresi föl a tanítványait, akik nem együtt vannak, hanem mindenki a maga csoportjával, vagy éppen egyedül, a maga félelmeivel, kétségeivel küzd. És Jézus fölkeresi őket. Nagyon érdekes, hogy ott vannak az Emmausiak. Gondolkodtam sokat az Emmausiakon. Ezen a kettőn, Kleopás az egyik, vagy Kleofás az egyik, a másiknak a nevét sem tudjuk. Hazafelé tartanak Jeruzsálemből. Azon beszélgetnek, hogy mik történtek. És tudjátok, nagyon megérintett az a dolog, hogy mondjuk lehet, hogy ez az én habitusomból fakad. Én biztos nem mentem volna haza akkor Jeruzsálemből. Mert azt mondják, hogy reggel az asszonyok azt mondták, hogy él. Valami asszonyok azt mondták, hogy mégis él. És aztán mondják, hogy pedig mi azt reméltük. Pedig mi azt reméltük. Én nem tudom, hogy hallottam volna egy ilyen hírt aznap, hogy talán Jézus mégis él, és már találkoztak vele emberek, biztosan nem fogok hazasétálni Emmausba, hogy hát akkor ez a történet itt befejeződött. Engem érdekelt volna, kíváncsi lettem volna annak, hogy mi ennek az igazság tartalma. Mert ha itt emberek látták őt élve, akkor talán mégsem ért véget a történet, de úgy néz ki, hogy a csalódottságuk, a reményvesztettségük nagyobb volt. És elhagyták Jeruzsálemet. Mentek haza Emmausba. Ketten. És egymásban mit erősítettek? A reménytelenséget. Úgy ketten elbuslakodtak ezen a dolgon. Igaz, milyen rossz? Milyen jó lett volna, ha mégis? Hát, azt hittük, de hát nem így történt. Reméltük, azt hittük Jézus a Mesiás.
Úgy néz ki, tovább kell várnunk. És mit csinál Jézus? A szétszóródott, kétségbe esett, reményvesztett tanítványaival? Felkeresi őket. Melléjük szegődik az úton. Beszédbe elegyedik velük. Kérdezgeti őket. És mondják neki, csak te vagy tudatlan. Nem tudod, hogy mi történt itt Jeruzsálemben ezen a hétvégén. Mondják ők Jézusnak. És elkezdte az írásokon keresztül mondani nekik, hogy hát ezeket kellett szenvednie a Krisztusnak, és úgy menni be a dicsőségébe, és amikor el akart menni, már este felé volt, behívták őt, és megismerték a kenyér megtöréséről. És hirtelen visszaszaladtak Jeruzsálembe, és azt mondták, láttuk az Urat, és mire visszaértek, ők is mondták, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. Ki szedte össze ezeket az embereket? Jézus! A feltámadott Jézus szedte őket össze. Ő ment utánuk. A reményvesztettségükben, a csalódottságukban Jézus kereste fel őket. És helyreállította őket. Visszaadta a reményüket. Ez nem egy befejezett történet, mert élek. Nem hiába hittetek, nem hiába reménykedtetek. Ne veszítsétek el a reményt, mert élek. Hallom, hogy mit beszéltek, és itt vagyok, hogy korrigáljam a hiteteknek a hiányosságait. Itt vagyok, hogy visszaadjam a reményt. A feltámadott Jézus megkeresi a szétszorodott gyülekezetének a tagjait. Az egyiket a félelemben, a másikat a hitetlenségben, a harmadikat a reményvesztettségben, a negyediket a kétségbeesésben, az ötödiket a csalódottságban. Kiszedi őket össze? Ki keresi meg őket? Ki megy utánuk? Ki gyűjtögeti újra az ő nyáját? A feltámadott Jézus. Itt van ez a történetünk. Heten vannak. Ugye látjuk, hogy ez is egy hiányos rész. Heten. Hol? A Tibériás tengernél, a Galileai tengernél. A hétből három, a Simon Péter és a kettő Zebedeus fiú, az Jézus első tanítványai, akiket a tenger mellől hívott el 3,5 évvel korábban. Péternek konkrétan azt mondta, hogy azt művelem, hogy embereket fogsz halászni, és nem halakat. És itt van ez a történet, ami mindig megérint, hogy azt mondják, ezek a halászatból elhívott első tanítványok, a legszűkebb kör, mert Péter, Jakab és János volt a legbelső kör, ez a hármas, ami olyan dolgokat tapasztalt, amit a másik 9 nem a 12-ből. És azt mondja Péter, elmegyek halászni. Elmegyek halászni. És azt mondja, elmegyünk mi is veled. Megingás az elhívásban. Hát akkor annyira világos volt, hogy Jézus nem arra hívta őket, hogy továbbra halászok legyenek. Azt mondja az ige, hogy tanítványokat választott ki magának, akiket apostoloknak nevezett. Apostoloknak, ami azt jelenti küldött. Ők Jézus küldöttjei már. Új elhívásuk van, új életstílusuk van, új életcéljuk van. És látjuk a céltévesztettséget ebben a helyzetben. Mintha visszalépnének a megtérés előtti önmagukhoz. Meginognak az elhívásban, amit kaptak. És mikor már vissza is térnek a régi foglalkozáshoz, Jézus megjelenik ott is. Ennek a darabka gyülekezetnek is. Ennek a diaszpórának is, amit szét van szóródva. Szerte az országban a maguk sztoriával, a maguk csalódottságaival, a megingásaikkal. És megismétlődik szinte a Péter elhívásánál lejátszódott csodálatos halfogás. Egész éjjel nem fogtak semmit. Lukács 5 beszél erről, ott sem. Akkor mondja Péter, de a te parancsolatodra kivetem a hálót, és halaknak nagy sokaságát húzták be, két hajónyit töltöttek meg, és
És újra megtörténik, és azt mondja Jézus, gyertek, gyertek, ebédeljetek. És egy helyreállítás történik. A megingott elhívásokat Jézus állítja helyre, a feltámadott Jézus. És van ebben egy egészen személyes dolog, a Péter esete. Mert ő meg egy személyes bukáson van túl. Személyes bukáson. Én azt gondolom, hogy azzal aztán nagyon egyedül tud lenni az ember, a bukásával. És ugye még nagyobb fénytörésbe helyeződik ez, hogy ő volt a legnagyobb hős a szájával. Uram, a halálra is! Börtönre is megyek veled! Nem Péterre, a kakas kétszer szólt, eddigra háromszor megtagadsz engem. És ott van egy testvérünk a saját bukásával. A saját kudarcával, hogy mégsem az, akinek gondolta magát. És őt is fölkeresi Jézus. Tudjuk, hogy a történet hátralévő részében Péterrel beszélget. Péterrel. És helyreállítja a személyes bukást, vagy tagadást átélt tanítványát. A feltámadott Jézus felkeres. Szeretném hirdetni most így a szétszórtságban élő gyülekezetnek. Akik ott vagytok a családjaitokban, talán ott vagytok egymagatokban, ott vagytok hármasával, ott vagytok négyesével, ott vagytok hetesével, vagy talán a 11, az már majdnem, de azért ott is van egy hiány. Hogy a feltámadott Jézus fölkeresi a szétszórtságban élő gyülekezetét, és mindenkit személyesen aszerint, ahogyan arra szüksége van, ő lelki gondoz, helyreállít, legyen az akár hitetlenség, félelem, kétségbeesés, reményvesztettség, csalódottság, céltévesztés, megingás az elhívásban, hitetlenség, vagy a személyes bukás, bármelyiket is éljük át. Jézus megkeres. A feltámadott Jézus utánunk jön. És ez a számomra a lenyűgöző minden történetben. Jézus kereste az embereket. Ő ment el Máriáért. Ő jelent meg a zárt ajtók mögött. Ő jelent meg Tamásnak külön, a többiekkel együtt. Ő ment el a Genezáreti tó partjára. Ő ment az Emmausiak után. A feltámadt Jézus. És a darabjaira hullott tanítványi köröket megkereste, és elkezdte helyreállítani. Az atomjaira, egyénekre bomlott közösséget elkezdte megkeresni, és helyreállítani. A feltámadott Jézus. És hát azért van ez ám megírva, mert Jézus ma is ugyanezzel a szeretettel, ugyanezzel a szívvel, ugyanezzel a helyreállító munkával figyeli most egyházát. Figyeli most a kétségbe esetteteket, a hitetleneket, a csalódottakat, a félelmes szívűeket, a személyes bukást átélteket, az elhívásukban megingottakat, figyeli, ez a feltámadott Jézus, és utánunk jön, és helyreállít. Engedd, hogy Jézus szóljon hozzád. Engedd, hogy a feltámadott Jézus megkeressen. Ő maga mondta a földi szolgálatát, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. És látjuk, hogy a feltámadása után különösen irányul ez a szolgálata az elaprózódott gyülekezete, tanítványi köre minden tagja felé. Jézus megkeres. Bízunk abban, hogy ez a fajta elszigeteltség egyszer véget ér. De nagyon-nagyon fontos ráéreznünk arra, hogy személyes kapcsolatot kell ápolnunk a meghalt és feltámadt Jézus Krisztussal. Nagyon-nagyon-nagyon fontos a testvéri közösség. Hát ezt nem lehet hangsúlyozni, hogy Isten nyájban hívott el bennünket, nem magányos farkasokként, nem magánzókként, hanem gyülekezetet hozott össze. Kihívottak sokaságát. De amikor átélünk ilyen szétszóródottságot, átélünk ilyen izolációt, amikor átéljük azt, hogy nem tudok úgy kapcsolódni a testvéremhez, ahogy korábban. Ne hidd, hogy mindennek vége. Jézus a megtartó. Ó, összeszed.
ő összegyűjt, ő utánunk megy, ő helyreállít. És gyakorlatilag, mire aztán a pünkösd eljön, addigra össze van szedve a nép. Mire a Szentlélek eljön és leszáll, ott ugye már egy 120 fős sokaság van, és tudjuk azt is, hogy Jézus aztán megjelent feltámadás után több mint 500 atyafinak egyszerre, akik őt feltámadva látták. Jézus összegyűjt. Egyénenként, csoportonként, családonként helyreállít bennünket. Engedjük a feltámadott Jézus ilyen irányú szolgálatát. Tudd, hogy nem vagy egyedül, nem vagy magadra hagyva. Lehet, hogy csak egy család vagy együtt, de akkor is Jézus ott van veled. Lehet, hogy egymagadban vagy, Jézus ott van veled. Lehet, hogy egy társaddal buslakodsz, de Jézus ott van veled. Lehet, hogy elbuktál, de Jézus ott van veled. Lehet, hogy visszamennél a régibe, de Jézus ott van veled. Ő megbátorít, ő összegyűjt. A szétszórtságban levőknek is az Istene. És újra egy néppé fogja kovácsolni az ő népét. És lehet, hogy ez az egység erősebb lesz, mint valaha volt. Mert amikor megtapasztaljuk az Úr Jézussal való személyes kapcsolatot, a rátámaszkodást, hogy családonként, egyénenként, imatársakként összekapcsolódunk és átéljük a feltámadott Jézussal való közösséget, ez közelít bennünket is egymáshoz, és rájövünk, hogy ő a megtartó. Ő a megtartó! Szükségem van a testvéremre, szükségem van a gyülekezetre, nagyon nagy szükség van el, ezeket Isten hozta létre. De Jézus tart meg. A feltámadott Jézus állít helyre. Ő rá van szükségem. És amikor sok minden nem adatik meg, ami korábban megvolt, Jézusból akkor sem szenvedünk hiányt. Jézusból nem kell, hogy hiányt szenvedj. Ő feltámad, él, jár azon az úton, amin te jársz. Ott van abban a házban, ahol te laksz. Ott vagy a munkahelyeden, ahova bejársz. Ott van a szívednek a legmélyén is, amikor éppen kétségbeesésben, félelemben vagy csalódottságban vagy, ismeri a szívedet, és megkeres. Mária Magdolna, a tanítványok, Tamás, a hét tanítvány, Péter, az emmausiak, látszólag ilyen eleprózódott csoportok, személyek, de Jézus megkereste őket, és elvégezte az ő nagy munkáját a szívükben. A feltámadott és a szétszorodott gyülekezet. Kicsit ezt éljük most meg, de engedjük az Urat közel magunkhoz, és tapasztaljuk meg, hogy ő ott van az életünkben, és nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra hagyva. Figyeljetek, amikor ők szembesültek a feltámadt Jézussal, már maga a találkozás kiütötte az ellenségnek a hazugságát a szívükből. Maga az, hogy újra ott volt Jézus, akit legutoljára talán a szenvedésében láttak, vagy a megostorozásában, tudjuk, hogy a keresztig legtöbben el sem kísérték. Jézus mondja is a tanítványoknak, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. Elszélettek? El. De Jézus újra összeszedte őket. Ő nem törődött bele, hogy elszélettek. Újra összeszedte őket. Mert ő jó pásztor. Ő a te pásztorod. Jézus a te pásztorod. Aki utánad megy, vállára vesz, megkeres és visszavisz. Tapasztaljuk meg a feltámadt Jézusnak az ő gyülekezete iránt való szolgálatát és féltő szeretetét. És talán legtöbbször úgy gondolnánk, hogy megérdemelte a Tamás, a konok, a makacs, Péter, a szájhős, meg a többiek. Ez nem érdem szerint van. Ez a kegyelem, ez az Úr szívét mutatja, Jézus szívét mutatja az övéi iránt. Ezekkel a gondolatokkal szerettelek volna bátorítani benneteket 2021 húsvétjén. Jézus feltámadt, és a szétszóródott gyülekezetét újra összeszedi.
És hiszem, hogy talán valahol világszinten is zajlik egy hasonló folyamat, és az Úr ott van jelen a személyes életekben, a családokban, az egyének életében, és munkálkodik azon, hogy az a gyülekezete erősebben, összetartóbban jöjjön ki ebből a próbából, mint amilyen korábban valaha volt. Ezt várom, ezt kívánom. És aztán újra szálljon le ránk a Szent Lélek. És vegyünk erőt tanúskodni erről a Jézusról, aki feltámadt. Azt mondja az ige, hogy a tanítványok nagy erővel tettek aztán bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról. Miért tudtak nagy erővel bizonyságot tenni? Mert megkereste őket a feltámadott Jézus. És feltöltötte őket újra hittel, reménységgel, elhívással. És mindent más megvilágításba helyezett. Jézus feltámadása mindent más megvilágításba helyezett. Semmi nem veszett el, amiről azt hitték, hogy elveszett. Mert Jézus föltámadt. Amen. Ennyit szerettem volna ma számotokra mondani Isten igéjéből, és imádkozzunk, utána pedig énekelni fogunk egy éneket, és aztán az urvai csorai közösséget is így az internet segítségével valahogyan megéljük. Kérlek benneteket, hogy készítsétek el otthonotokban a kenyeret és a bort, és hangoljuk a szívünket arra, hogy megemlékezzünk arról a szövetségről, amelyet Jézus az ő vérében kötött velünk hívőkkel, akik hiszünk az ő áldozatában, és éljük át így a vele való közösséget az úrvacsora által is. Feltámadott Jézus, köszönjük neked, hogy te élsz, köszönjük, hogy a hitetlenséget, a csalódottságot, a reményvesztettséget, a félelmet, a megingást, a személyes bukást felszámolod azoknak az életében, akik ragaszkodnak hozzád, akiket meglátogatsz, akik utána mész, és helyreállítod a te tanítványaidat, akik el vannak csüggedve, szét vannak szórva, el vannak izolálva egymástól, elszigetelődve mindenki a saját kis kétségével, a saját kis hullámvölgyével, de te feltámadott úrként, dicsőséges, megváltóként, győztesként utána mentél a darabjaira hullott nyájnak. És köszönöm, Uram, hogy a te szereteteddel szolgáltál, szavaiddal építettél, puszta jelenléteddel hitet ébresztettél, bátorítottál, új elhívást adtál, a személyes bukásból újra beállítottad a szolgálatba a te tanítványaidat, a te népedet. Jézus, köszönöm, hogy ma is végzed ezt a munkát. Ma is itt, 2021-ben, amikor átéljük ezt a fajta különválást, a szétszorodottságot, hiszem, hogy te ott vagy velünk, a mi életünkben, a mi családunkban, a mi személyes hitünkben, és akarsz bennünket erősíteni, építeni, tovább vezetni. Köszönöm, hogy te vagy a jó pásztor, aki összegyűjtöd a nyájadat, és erősebbé teszed, mint valaha volt. Uram, ez az én imám, ez az én kérésem is, hogy így munkálkodjál mindannyiunk szívében, és hadd tapasztaljuk meg a feltámadott Jézus szolgálatát az ő gyülekezete felé. Áldunk és magasztalunk téged ezért, názareti Jézus. Amen. Amen. Gyertek, menjünk most egy énekkel az Úr elé, és aztán utána pedig az úrvacsorával fogjuk folytatni. Thank you.
mindent elvégzett helyettünk. Nincs köztünk távolság. Azt gondolom, hogy ennek az éneknek a szövege nagyon segít bennünket megérteni az, hogy miért kell újra és újra emlékeznünk Jézus halálára, az ő áldozatára, amit értünk bemutatott. Szeretnék egy helyről olvasni, talán nem a klasszikus helyről, az úrvacsorához, az 1 Korintus 5, 7. versét szeretném most elolvasni, és talán már előkészültetek otthon kenyérrel és a borral. Így hangzik itt Isten igéje, Pál apostol írja a gyülekezetnek: tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok. Mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Nagyon érdekes az a körülmény, amiben Pál apostol írja ezt a gondolatot. A gyülekezet bűneiről beszél. Arról beszél, hogy úgy élnek néhány testvérek a gyülekezetben, ahogy nem kellene. Még a világban sincs olyan mérvű elköstelenség, amit itt a korintusi gyülekezetben föl megtalálható volt. Akkor vessünk keresztet ilyen értelemben a gyülekezetre, az emberekre, a testvéreinkre. Vége mindennek. Még a gyülekezetben is van bűn. Szörnyű. Szörnyű ez a helyzet. Nyilván ez rontja a bizonyságtételt. Sok mindenben ez egyáltalán nem dicsőséges, nem vált ránk jól fény. De akkor hogyan tovább? Akkor mit csináljunk? Továbbra is gyarló, esendő emberek vagyunk. Mihez folyamodjunk? Hova forduljunk segítségért? Mi fogja végül is aztán megtisztítani, elszakítani a szívünket, még az ilyen nehezen legyőzhető bűnökkel kapcsolatban is? És Pál apostol Krisztusra mutat. Nagyon érdekes, hogy először felszólít megtisztulásra: tisztítsátok meg szíveteket, a régi kovászt, mondja Pál, legyetek új tésztává, és azt mondja, mert kovász nélkül valók vagytok. Hiszen Krisztus, a mi húsvéti bárányunk, megáldoztatott értünk. Miért vagyunk kovász nélkül valók? Tudjuk, hogy a kovász a bűnnek a jelképe. Miért? Mi tette el az útból a bűnt? Mi veszi ki az ember életéből a bűnt? Mit tesz tisztává? Azt mondja, az az áldozat, amit Jézus Krisztus bemutatott értünk. Jézus áldozatából következően, hiszen megtörtént az áldozat. Jézus, ami páska bárányunk, húsvéti bárányunk, megáldoztatott értünk, felvette magára a bűneinket. Ezért már kovász nélkül valók vagyunk. Ez az állapot elérhető a mi számunkra, sőt, Isten így tekint ránk. Ezért gyülekezet, alkalmazd ezt az életedben. Igazítsd hozzá ehhez a megszerzett áldáshoz az életmódodat. Igazítsd hozzá azt, amit Krisztus már megszerzett. Élj annak áldásában, élj annak erejével, amit Krisztus megszerzett az ő áldozatával. Mert már kovász nélkül valók vagytok. Ez a lehetőség nem áll távol senkitől, mert Krisztus megáldoztatott értünk. Történt értünk egy áldozat. Történt értünk egy helyettesítés. A mi bűneink ott voltak a bárányon. És a megtérésben, a bűnbánatban pontosan ezt tettük mi is. Megvallottuk bűneinket, és a bűneinket elismertük, hogy a bárány Jézuson vannak, és nem rajtunk. És ő szenvedte el annak minden ódiumát, minden nehézségét, minden büntetését. Gyülekezet, tisztulj meg! Tisztulj meg, gyülekezet! Lehetsz új tésztává, Isten népe! Kovász nélkülivé! Nem a magad erejéből! Nem azért, mert mától megfogadod! Nem azért, mert összeszeded minden erődet, és azt mondod, soha többet nem követek el bűnt! Mert valószínű, hogy ez nem fog így sikerülni.
De ha feltekintesz az áldozatra, Jézusra, a bárányra, akin ott voltak a te bűneid, és ez újra és újra ott van előtted, és hálára fakaszt téged, és átéled a kereszt erejét, a megváltás erejét újra és újra, akkor ez a tisztulás, ez a megszentelődés, ez folyamatos lesz az életünkben, és nem fogunk megragadni a régiben. Nem fogunk beleragadni abba, amiből Jézus kiszedett bennünket, hanem új és megújuló és megtisztuló élet a miénk. Miért? Mert volt értünk áldozat. Mert Jézus lett a mi húsvéti bárányunk. Megáldoztatott értünk. Amikor veszük magunkhoz kenyeret és a bort, erre az áldozatra emlékezünk. Jézus, Isten fia, emberként, Isten bárányaként magára vette a világ bűneit, elhordozta, kifizette, hogy azt eltörölje, és a benne hívőket megtisztítsa. Ez az üdvösség útja. Akkor hitáltal, bizalommal megragadjuk, amit Jézus Krisztus tett értünk a Golgotán. És ő él, itt van, jelen van, és akar vezetni bennünket ebben az új életben. Más helyen ugye Pál apostol emlékezésre hív bennünket. Emlékezzetek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Azt gondolom, hogy nagy szükségünk van, hogy folyamatosan eleven, élő képünk legyen Jézus Krisztus áldozatáról, arról, hogy mi történt vele, és ezért velünk is a kereszten, ami ránk is hat. Mert ez a győztes élet, győztes hívő életnek a titka. Ez a bűn legyőzésének a titka, hogy ő győzi le bennünk, ha mi hozzáragaszkodunk. Így kívánom azt, hogy újuljunk meg vele való szövetségünkben, erősítsük meg vele való kapcsolatunkat, és szívünkben pedig dicsőítsük őt. Ezért az áldozatért, amit ő bemutatott értünk, amire senki más nem lett volna képes, amit nem is érdemeltünk meg, de mindez kegyelemből van, az ő nagy jó indulatából van a mi számunkra. Így vegyük ma magunkhoz a kenyeret és a bort, szeretnék először imádkozni az úrvacsorai jegyek fölött, és aztán utána pedig kiki a otthonában vegye magához, emlékezve az Úr Jézus halálára ezeket. Mennyi atyánk, hálával jövünk eléd. Köszönjük neked Jézust. Köszönjük Jézus Krisztus áldozatát. Köszönjük, hogy az van megírva, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogyha valaki hiszte benned, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, Uram, hogy az van megírva, hogy te a saját fiadnak nem kedveztél. Mi módon ne ajándékoznál vele együtt mindent mi nekünk. Köszönjük Jézus, hogy te önmagad, önként áldoztad fel ártatlanul magadat Istennek a bűnökért. Ezért a te véred képes megtisztítani a mi cselekedetektől a mi lelkiismeretünket, szíveinket, hogy tiszták legyünk, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Köszönjük Uram, hogy ebben van a megtisztulás, ebben van a bűntől való szabadság, ebben van az új életnek a győzelme és ereje, hogy te megáldoztattál értünk. És amikor rád nézünk, akkor látjuk, hogy a bűn el van téve az útból. Oda van szegezve a keresztre, nem akadályozhat már bennünket abban, hogy egy élő, mély, bensőséges és személyes kapcsolatban éljünk veled. Uram, ma is rád tekintünk, és akarunk erőt nyerni a te áldozatodból, hirdetni a te halálodat, amíg eljössz, és ezzel az erővel bizonyságot tenni embertársaink között. Köszönöm neked, meghalt és feltámadott Jézus, hogy jelen vagy a te gyülekezetedben, és minden egyes hívőben, aki hiszte benned, és átadta magát neked, és te vagy a mi erőforrásunk. Áldunk ezért téged, Jézus nevében. Amen. Az van megírva, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret,
hálákat adott, és azt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetitek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Vegyük így most magunkhoz a kenyeret, és emlékezzünk arra, hogy Jézus mit tett értünk. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált volna. Ezt mondván, e pohár az új szövetség az én véremben. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Vegyük így most magunkhoz a bort, és emlékezzünk az új szövetségre, amit Jézus az ő vérében alapított meg. Énekeljük tovább ezt az éneket, és köszönjük meg az Úrnak az ő áldozatát, és így közösen imádkozzunk olyan módon, hogy mindenki az otthonában, aki követ bennünket, hajtsa meg a fejét, vagy álljon fel, vagy térdeljen le, amely pozícióban leginkább ki tudja fejezni Istennek az ő háláját, és legyen ez egy ilyen közös ima, ami nem egy helyen történik fizikailag, de mégis egy időben, és ugyanazzal a hálával hangzik most el Isten felé. Imádkozzunk közösen. Halleluja! Drága Jézus, köszönjük neked, olyan jó vagy, köszönjük az áldozatodat, köszönjük, hogy te vagy a mi húsvéti bárányunk, megáldoztattál értünk, és ezért van lehetőségünk, hogy kovász nélkül valók legyünk, ezért van lehetőségünk, hogy megtisztuljunk, ezért van lehetőségünk egy győztes életre, amelyet te elhívtál a mi számunk, elhoztál a mi számunkra, Jézus. Áldunk téged, magasztalunk téged, Uram. Uram, arra kélek téged, hogy áld meg a te népedet. Két-két az ő otthonában, ahogyan most itt vagyunk a te jelenlétedben, hadd éljük át mindannyian, hogy te ott vagy velünk, Uram. Szent lelked által, Uram, része vagy az életünknek. Ott vagy az otthonainkban, otthon vagy a hajlékainkban, házainkban, lakásainkban. Köszönjük neked, Jézus, hogy tőled nem vagyunk elválasztva egy pillanatra sem. Te jelenléted, Uram, az folyamatos és állandó a hívő ember életében, Uram. Köszönjük, Uram, hogy te felkeresel egyen-egyenként bennünket, összegyűjtöd a te népedet, Uram, meglátogatod a te tanítványaidat, bárhol is legyünk, bármilyen állapotban is érezzük magunkat. Köszönjük, hogy rád számíthatunk, Jézus. Imádunk téged, magasztalunk téged, legyen áldott a te nagy neved, Jézus. Imádunk téged. Halleluja. Énekeljünk az Úrnak. Köszönöm,
szeretnénk alkalmunk végén elköszönni tőletek. Isten áldását kívánjuk az életetekre, és kívánunk a következő hétre az Úr védelmét, kívánjuk, hogy éljetek jó egészségben, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok szeretteitekre ezekben az időkben. Szeretném hirdetni, hogy a normál szokásos alkalmaink, ha Isten megsegít és megtart bennünket, akkor folytatódnak, szerdán bibliaóránk lesz, Zsidókhoz írt levél 6. fejezetével fogjuk folytatni. Egy hét múlva a vasárnap újra Isten tiszteleten leszünk együtt 10 órától, délelőtt 10 órától. Van egy rendkívüli alkalom, egy lehetőség, amit szeretnék figyelmetekbe ajánlani. Holnap este 7 órától az Agapé gyülekezet a valóban feltámadt témakörben egy beszélgetős műsort fog sugározni. Az Agapé pünkösdi gyülekezetnek a Facebook oldaláról fog menni a közvetítés, de majd meg fogjuk osztani ezeket a linkeket, hogy minél többen elérjétek. Kérdésekre fognak lelkipásztorok válaszolni, 4 lelkipásztor, egyike én vagyok, de még a Baráti Robert, Ózdi lelkipásztor, Németi Zsolt, budapesti lelkipásztor és Lettner Gábor, pécsi lelkipásztor. Fogunk válaszolni olyan kérdésekre, amelyek világiaktól érkeztek, hogy mit kérdeznének ők Istentől. És különböző témakörökben ezekre igyekszünk választ adni, este 7 órától a holnapi napon, ha tehetitek, legyetek az internet előtt, és kapcsolódjatok be ebbe a beszélgetésbe. Isten áldjon meg mindannyiunkat, együttlétünket befejeztük. Amen.